Ez alkalommal a Progyner rögzítők hálózatra történő csatlakoztatásának a bemutatására kerül sor. Ugye a mobiltelefonok, okostelefonok, illetve a mobil internetnek a elterjedése következtében a felhasználók részéről mind sűrűbben találkozunk azzal az igénnyel, hogy bárhol és bármikor elérhető legyen a videó megfigyelő rendszerük által biztosított kép, ugye ezeket meg tudják tekinteni, és ennek a beállítási folyamatát szeretném ez alkalommal gyakorlatilag bemutatni. Erre két lehetőség kínálkozik. Van az úgynevezett felhőalapú csatlakoztatás, ami az egyszerűbbik utat kínálja erre, a másik pedig az úgynevezett kézzel konfigurált beállítás, ami egy kicsit több ismeretnek a meglétét feltételezi a telepítők, vagy a felhasználóknak a számára, de mind a kettő gyakorlatilag ugyanazt a végeredményt tudja a számunkra biztosítani. Az elsőként akkor bemutatnám a felhőalapú csatlakozást. Ez annyira leegyszerűsít a dolgot, hogy bárki, aki egy ilyen rendszert felszerel, üzemeltet, az nagyon egyszerűen végre tudja hajtani ezt a lépést, méghozzá azzal, hogy internetet biztosít a rögzítőjének a számára, illetve egy opciót engedélyez, és már is kívülről érhetővé válik a rögzítőrendszere. Ugye mindez annyit kell csinálnunk, hogyha bemegyünk a rögzítőnek a menüjébe, azon belül is a beállítások menüpontba, itt a hálózati beállításokba, akkor elsőként megnézzük a IP beállításokat. Ugye ez alapértelmezetten automatikusan lekéri az IP címet a házatunkat üzemeltető routerről, tehát itt semmi tennivalók nincsen, ez az alapbeállítás is. És másodiknak pedig el kell mennünk erre a NAT feliratú fülre, és itt az engedélyezés opciót bepipálva, illetve azt nyugtázva már is kívülről az internet felől elérhetővé válik a videó megfigyelő rendszerünk. A következő lépésként a telefonunkat be tudjuk állítani a rögzítőhöz, ugye most már kívülről gyakorlatilag elérhető. Mindössze ez annyiról van szükségünk, hogy a korábban letöltött és feltelepített Provision Cam 2 alkalmazást elindítjuk. A képernyőn látható QR kódot a telefonnak a kamerájával egyszerűen beolvastatjuk, megjelennek a csatlakozáshoz szükséges adatok, és innentől kezdve már is csak a csatlakozáshoz használni kívánt jelszót kell bevinnünk a rendszerbe. Lenyugtázzuk, elmentjük, és kicsit várunk vele. Ha elmegyünk ugye az eszközlistába, akkor itt elvileg a kis ikonkának, hogyha zöld, akkor már létre is jött a csatlakozás, ugye ez megvan nekünk. És innentől kezdve a felvett eszközünknek a ikonját megérintve behúzzuk a mobiltelefon alkalmazásnak a képernyőjére, és már is gyakorlatilag a rendszerünk által biztosított képet láthatjuk. A kézzel konfigurált házati beállítás első lépéseként a változó internetes IP címünk lekövetésére szolgáló DNS szolgáltatásnak a beállítása vagy létrehozatalára van szükség. Ezt a Provision gyakorlatilag díjmentesen biztosítja az ő készülékeit használóknak a számára. Elsőként ugye létre kell hoznunk a Provision ISR kötőjel DNS.com oldalon egy regisztrációt, egy fiókot, ami alá utána a hostnevet be tudjuk állítani. Itt nyilván, mint minden űrlapon bizonyos információt ki kell töltenünk. Ide beviszünk egy olyan e-mail címet, amelyet utána majd a rögzítőbe is szintén át kell vinnünk a csatlakozási információk beállításához. Ez legyen info@maszkó.hu ez esetben. Ehhez megadunk egy jelszót, ami bizonyos biztonsági követelményeknek meg kell felelnie. Ez nagy B-vel bemutató és rövid O-val. Természetesen a jelszót meg kell erősítenünk. Utána be kell vinnünk olyan információt, vagy információkat, amelyek esetleg a jelszónak az elfelejtése esetén lehetnek hasznosak. Itt most nagyon egyszerűen X-et és Y-t írok be, mint felhasználó név, de természetesen valós nevet is be lehet ide írni. Biztonsági kérdésre adandó választ bevisszük
illetve ugye az ellenőrző összeget még a legvégén be kell vinni a megfelelő mezőbe, és utána megerősítés gombbal létre tudjuk hozni a IP-cím követése szolgáló fiókot. Ez sikeresen meg is történt, és hogyha ez megvan, akkor innentől kezdve tudjuk alá a domain nevet beregisztrálni. Ide egy olyan nevet kell elképzelni, ami mindenféleképpen egyedi, és az adott helyre jellemző, vagy adott helyen összeköthető, tehát hogy iroda, épület, otthon, stb. Ilyesmire lehet gondolni. Nyilván olyan nevet lehet beregisztrálni, ami még nem foglalt. Lényeg az, hogy ez egy teljesen egyedi elnevezés legyen. Ugye itt ez esetben legyen az épület. Akkor a általunk igényelt doménnév sikeres regisztrációját követően megjelenik a megfelelő ablak, ami ezt visszaigazolja, és innentől kezdve ezeket az információkat tudjuk a rögzítőbe átvinni, és hogyha ott is mindent helyesen állítottunk be, akkor onnantól kezdve után ezt a szolgáltatást tudjuk használni. Általunk igényelt doménnév sikeres létrehozatalát követően, ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást használni is tudjuk, ezeket az információkat a rögzítőbe is be kell állítani. És ezt most nézzük meg a következő lépésben. Internetünk változó IP címének lekövetésére szolgáló DNS szolgáltatásnál történt beregisztrálás követően, ezeket az információkat a rögzítőbe is be kell írnunk ahhoz, hogy a szolgáltatást a továbbiakban gyakorlatilag használni tudjuk. Ez annyit takar, hogy át kell mennünk itt a DDNS fűre a házati beállításokon belül, magát funkciót szintén engedélyezni kell, a legöldülő menüből a mint DNS kell kiválasztani, az alatta lévő mezőbe be kell vinni a DNS szervernek a nevét, azon, amin a regisztrációt végrehajtottuk, ugye ez ilyen esetben a provision. Kötőjel ISR kötőjel dns.com. Következő mezőbe, a domain mezőbe be kell vinnünk a korábban beregisztrált domain nevet. Itt egyenlőre épület pont Pro provision kötőjel ISR kötőjel dns.com. A fiókba történő belépéshez reszolgáló felhasználó nevet, amit a példában infokukat maszkó.hu, illetve az ehhez tartozó jelszót, ami nagy kezdőbetűvel bemutató. A bevitt információk helyességéről pedig a tesztgombra történő kattintásra tudunk meggyőződni. És megkaptuk a teszt sikeres üzenetet, gyakorlatilag, ami azt jelenti, hogy a bevitt információk megfelelnek és működőképesek, innentől kezdve az alkalmaz gombra kattintva tudjuk ezeket a beállításokat a rögzítőben elmenteni. Tehát ugye a képzelt konfigurált házati kapcsolat beállításának másik fontos lépése, a házatunkat üzemeltető routerben a különböző portfordítási szabályoknak a beállítása. A rögzítőben ugye a házati beállítások között meg tudjuk nézni ezeknek a portoknak az értékét, és a következő lépésben ugye a routerunkba be kell lépni, annak az adminisztrációs felületére. Ez ugye csak egy példa tényleg, mert a minden routernél ez a felület másképp néz ki, tehát itt ez csak referenciaként gyakorlatilag szerepel. Adott router vonatkozásában természetesen ezek jelentős eltérést az mutathatnak, de a beállításnak a funkciója, a lényege az ugyanaz. A szolgáltatásnak adhatunk egy nevet, természetesen ide is érdemes valamilyen beszédes nevet beírni, ami későbbiekben, hogyha elő kell vennünk a dolgot, akkor egyszerűen el tudjuk dönteni, hogy miről van szó. Publikus portként meg kell adnunk azt a portot, amelyiket kívülről megszólítva tudjuk a rögzítőnket majd távolról elérni.
hogy gyakorlatilag legyen 1, 2, 3, 4, 5. A privát port pedig a rögzítőnek a belső hálózaton használt portszáma, ami jelen esetben ugye az egyik alapértelmezetten webes portként a 80-as, valamint még a rögzítő IP címének a bevitele szükséges. 192.168.0.102, és ahhoz, hogy a rögzítőnket használni tudjuk kívülről, el tudjuk érni ennek a beállításnak a segítségével, kettő darab portot kell kiforgatnunk, úgyhogy a webes porton kívül még az adatportot is, az adatporttal is ugyanezt a beállítást meg kell tennünk, az kívülről mondjuk legyen ugyanúgy 6036, mint belülről, és szintén meg kell adnunk a rögzítőnknek a belső hálózaton kapott IP címét. És ezt a végén a routerbe el kell mentenünk. Ugye a Prozsion házati rögzítő internetes elérésének a beállítása, ugye két mód használható, a felalapú csatlakozás, illetve a kézzel konfigurált beállítás. A felalapú csatlakozás nagyon egyszerűen beállítható, illetve használatba vehető, ehhez annyit kell tenni, hogy a rögzítőházati beállításain belül a nagyfülön engedélyezzük ennek a funkciónak a használatát, és utána a telefonos alkalmazással a képernyőn látható QR kódot beolvasva már is létrehozható a csatlakozás. A másik csatlakozási mód ugye az a kézzel konfigurált beállítás. Itt több programozási lépésnek a megtételére van szükség. Elsőként is az internetünk változó IP címének lekövetésére szolgáló DNS szolgáltatásnak a létrehozatal, a beregisztrálása a Provision kötőjel, ISR kötőjel DNS.com oldalon. Ezt követően ezeknek az információknak a rögzítőbe történő átírása, bevitele, majd a legvégén a számítógépes házatunkat üzemeltető routerban be kell állítani azokat a portfordítási szabályokat, amelyek egyébként lehetővé fogják tenni a rögzítőnk külső oldalról történő elérését.